Jó napot kívánok! Örülök, hogy ilyen szépen egybegyűltek. Hát, így legalább nem vagyunk széjjel, ugye? Nézek! Maguk látják, mit nézek? Én nem látom a riporteremet. Hát Rányosi Lászlónak hívják, ő fog engem kérdezni. Remélem, meg fog érkezni. Itt vagyok, Mári néni. Itt vagy, én ős gyereke. Jaj, Isten, ne fenyegessen a buttal. Jó van, te vagy. Hát miért tetszett így sietni? Elkezdtem nélkülem. Ebből riport így hogy legyen? Elkívánja venni a kenyerem? Jaj, dehogy veszem én el a kenyeret. Inkább odaadom az enyémet is, hogy legyen neked. Jaj, köszönöm. Mondja, kérdezhetem? Kérdezzé, gyerekem. Kérdezzé, hát azért vagyunk itten. Hát nézd meg ez a sok szép ember itt, hogy figyel? Mióta is, hogy nem láttam. Ugye már jó régen. Bizony, azt mondja meg, miért van az a bot a kezében? Jaj, a botnak, hát ennek is a története van. Na hát, a történetet várom. Ugye, maguk is várják. Várják? Igen. Jó, hát akkor ott kezdeném, hogy megesett bizony, amióta nem láttál. Többször megesett, hogy ez az öreg asszony bizony elesett. Először csak tétre, többszörösen, utána meg segítség nélkül, mindig ott maradtam fekve. Igen, és ezért kapta a bodot. Várjál, fiam, ilyeneket kérdezek. Hát, ekkor még megnézett engem a orvos. Azt mondta, hogy nézzek én is a szemébe. Kíváncsi a szemfenekemre. És megnézte? Jaj, hát csak nem gondolod, hogy megmutattam neki. Hát előtte estem rá, sejtettem is, hogy baj lesz belőle. El is küldött rögtön. Rögtön a látásjavító intézet rendelőjébe. Tehát a szemészetre? Hát úgy is lehet mondani. Ennek a bothoz mégis mi köze? Jaj. Figyelek. Bizony. Figyeljél, gyerekem! Én is? Mi volt ez? Hogy mi köze a bothoz? Hát ahogy bementem a szemészetre, rögtön rányomták ezt az okulárt az orromra. Bizony, aztán mondtam is, hogy micsoda ez az átok, hát most már még annyit se látok. Értem, de mégis miért használja? Jaj, mert sajgó szívvel gondolok a nagy ártán árára. Mert bizony azt rakták ennek a vénasszonnak a órára. De hogy tetszett a botjára? Nem értem mi. Nem érted, hogy majd megértem. Ha ilyen öregedés. Úgy történt, hogy megzavarta az orvosokat az eredmény látása. És akkor kezembe nyomták, azt mondták, mama, támaszkodjon a botjára. Gondolták? Úgy se látja az utat. Ha ebben majd valahogy hazatapogat. Mondja, sosem veszi le azt a félre sikerült üveget? De, otthon, mikor senki nem látja. Vegye le, még összetöri magát és a berendezést. Még hogy vegyem le? Hát nem lehet! Hát drága volt ez nagyon! Hát az ára kész vagyon! Hát a kedves férje, ő hogy van? Hogy ő hogy van? Hát ő jó van. Mikor a pincében, máskor a kocsmában, de jó van. Értem. És a tehénfej is. Jól emlékszem? Ahhoz csak ő érte. Mihály ugye neve férjének. Miskának hívják, Miskának a férjem. Nem mindegy. Hát, nekem nem. És mondja, rájött már a titkára? Micsoda, nincsen annak titkára. Ja, hogy a fejés titkára. Bizony. Tudod, fiam, arra jöttem rá,
hogy a tehenet fejés előtt kisüstivel kínálja. Miből gondolja, hogy ezt csinálja? Jaj, tudod, többszörösen fordult elő, hogy a tehén a kocsma ajtóban várta. Hát ez sem minden napi dolog. Értem, a család többi tagja, velük mi a helyzet? Tudja, rossz nyavaja. A kis unokám, a Petya, azért minden nap meglátogat. Petya? Hány éves a kis unoka? Jaj, 35 a kis drága. Kicsi. Ugye segíteni jön a nagymamának? Segíteni? Hát tudod, fiam, olyan réptes néha ezt, azt. De gyömme, éhes. Nálam eszi az ebédet, úgy este felé. Mikor oda éj. Aztán, na így is nyájajám utána mind a 10 ujját. Hiába, a nagyi főztje még anyáénál is ízletesebb. Hát lehet, biztos így van. De hát, az a helyzet, hogy szegény gyermek az evőeszköznek marad néha híján, így aztán sok-sok minden marad esik az ujján, ezért nyalogatja a szegénykét. És miért van ez? Jaj, fiam, ennek is oka, a szemüveg. De rád is hallgatok, drága gyermek. Le is veszem, bár kicsit félek. Figyelj rám, kérlek, amíg széjjel nézek. Na, jobb lett? Ja, hiszen már is látok. Elszáll rólam minden átok. Na ugye? A potot is leteszem, majd utánam hozzátok. Mári néni, elköszön. És marad most a riporterünk még egy kicsit, és harmonikázni fog önöknek két szép magyar dalt. A botot meg elviszem én. Köszönjük, viszontlátásra, hajtásra!